mert elsőt nagyon-nagyon-nagyon szeretném focizni. A közel tőlünk nem olyan messze a focipályán, ott is van a szavizi atyák, ott is minden vasárnap lehet találkozni velük, de én nem tudom, mert bátyámtól kaptam üzenetet, ő is már szalézi, ő mondta nekem, Ferenc, ha szeretne focizni, nem itt otthon, hanem ott a focipályán. Azért oda mentem, találkoztam velük a szalézi atyákban, itt csak minden vasárnap oda mentem, egész délelőtt ott voltam velük, focisztam, és beszélgettem, és tőlük is kaptam a Domboszkó atyánról van szó, hogy a Domboszkó micsoda az ember, mi volt az a pap, azt, hogy tőlük hallottam, és onnan kezdettem a hivatásom. Oda mentem a igazgató atyához, hogy szeretném a szalézi szerzetet lenni, pap szeretne lenni. Akkor a gimnázium voltam. Az igazgatóban mondtam, hogy kedves Ferenc, ha szeretném a szalézi lenni, akkor jöjjön. Akkor 1994-ben beléptem a rendházba, mint a Brenovi Szeatus. 1995-ben noviciátusban voltam, és utána 1996-ban tettem fel az első fogadalmat. És 1996-től 1990-ig akkor tanultam filozófus. Igen, mert azért mondtam, előre mondtam, igen, mert nagyon szerettem a foci, de nálunk nincsen pályán azért. A bátyámtól kaptam, ő már szalézi, mondta nekem, Ferenc, jöjjön, foci pályán játszottok, nem itt. Hát itt van a szomszédnak, azért oda mentem a foci pályához. Ott találtam a hivatásom a foci pályához.